A Zentai Magyar Kamara Színházat 2008-ban alapították. Vukoszávjev Iván, az intézmény igazgatója elmondta, a színház iránt nagy az érdeklődés a helyi és a környékbeli közönség részéről. Emiatt egy zentai színtársulatra mindenképpen szükség lenne a városban. Évente két hivatásos színészekkel rendezővel való darabot készítünk, és mindemellett még azért támogatjuk az eddigi középiskolásos színjátszók előadásait is. A Túlzó Lajos Közművelődési Központ több intézményt is magába foglal. Intézményünkhöz tartozik a könyvtár, a múzeum és mi úgy mondjuk itten ezentán, hogy a színház, végül is a művelődési ház, ez a három intézmény. Ennek a két intézménynek lett társalapítója a Magyar Nemzeti Tanács, így anyagi és szellemi támogatásokban részesülnek, valamint lényegesen könnyebben együtt tudnak működni a hasonló intézményekkel, melyeknél az MNT már most társalapító. Kórhez Tamás, az MNT elnöke hangsúlyozta, hogy a szerződés aláírása nem jelenti azt, hogy a szabadkaiak kisajátítanák a zentai intézményeket. Ezt az aláíráskor is bizonyította. Ez mennyire így van, a zentai tollal fogom aláírni az MNT részéről, mert hoztam én MNT-s tollat, de zentaiként írom. Ezek az intézmények amellett, hogy továbbra is zentaiak maradnak, továbbra is lokális színezettel rendelkeznek majd, ezzel azt gondolom, hogy átléphetik a zentai határokat, akár a minőség, akár a gondolkodás, akár a programok vonatkozásában. A mostani aláírással egy több éves húzavona végére tettek pontot. A zentai önkormányzat korábbi vezetése ellenezte, hogy az MNT társalapítója legyen ezen intézményeknek.